A Tüköri Lajos Általános Iskola teljes közössége június 5-én 9 órától emlékezett meg az összetartozás emléknapjáról. A történelmi visszaemlékezésen túl az iskolai emléknap célja volt annak a megértése, megértetése is, hogy a magyar nemzet és a magyar állam határai nem esnek egybe. Az intézmény vezetője köszöntőjében beszélt arról a dalról, melyet még a nagyapjától hallott énekelni, ami akkor még tiltott volt. A Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalbetétről. A nemzeti együvé tartozás szellemiségét tükröző emlékezésen kastélyiskolájuk udvarán egy hatalmas, nagy kört alkotva énekelték együtt 300-an az összetartozás dalát és az ismerős arcok nélküle című összetartozás himnuszát. Június 4-e Magyarország szétszakításának évfordulója. A történelmi Magyarország sorsát megpecsételő, a 20. század legnagyobb magyar nemzetvesztését és történelmi tragédiák sorát előidéző trianoni diktátumot 1920. június 4-én az első világháború lezárásaként írták alá a versailles-i Nagy Trianon palotában. Az első világháború végén Magyarország a vesztes országok közé tartozott. A Magyarország sorsáról döntő 1920-as trianoni békediktátum értelmében az ország területének több mint kétharmadát, lakosságának több mint felét elveszítette. Több millió magyar került az államhatáron kívülre, és még ma is milliós nagyságrendben élnek magyarok a szomszédos államok területein. Kedves kollégák, kedves gyerekek! Mint tudjátok, tegnap, azaz június 4-én a Nemzeti Összetartozás emléknapja volt hazánkban. 2010 óta emlékezünk erre a napra, június 4-ére, mely a trianoni békediktátum aláírásának évfordulója. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk.